A magyar gazdaság stratégiájának fejlesztésének olyan szemléletbeli kapaszkodói vannak, mint pragmatizmus, egy kicsit protekcionista. Patrióta. És tulajdonképpen ezzel a multilaterális gazdasági kapcsolatteremtő szemlélettel igyekszünk a mai globalizált világ egyik, másik, harmadik modelljéhez, hogy annak megfelelően, de leginkább ott van a legfontosabb mondás, hogy nem egymás ellen, hanem egyszerre minthez. Csatlakozni az ország érdekében. Minden sikeres ország, legyen az kicsi vagy nagy, vagy közepes a világban, úgy vált sikeressé, hogy patrióta volt. Tehát először azt kereste a gazdaságpolitikai döntéseinél, hogy mi az, ami az ott élőket a leginkább szolgálja, a mely döntések szolgálják leginkább az ott élőket. Ezek lehetnek persze olyan döntések is, hogy külföldi vállalkozásoknak biztosítunk lehetőséget Magyarországon, azért, mert ők munkát adnak a magyaroknak, azért, mert ők előbb-utóbb, és ez látszik a régebb óta itt működő vállalkozásokon, otthonuknak érzik a mi hazánkat, ők is hazájuknak érzik a mi hazánkat, számukra érték az itt dolgozóknak munkát adni, és érték részt venni a térség felvirágoztatásában. És ebben a munkában az egyetemekre, és így itt ebben a régióban a Debreceni Egyetemre nagy feladat hárul, a magyar gazdaságpolitika az a modellváltó egyetemek költségvetését megduplázta, megháromszorozta, és a finanszírozás felét azt annak megfelelően kapják meg az egyetemek, hogy kiszolgálják-e a szónak abban az értelmében, hogy az ott élő családokat szolgálja-e a munkájuk, kiszolgálják-e a környezetüket, a környezetükben lévő vállalkozásukat, összetudnak-e velük kapcsolódni tudományos, kutatási, innovációs, termékfejlesztési, folyamatfejlesztési projektekre, kiszolgálják-e őket azzal, hogy a térségben élőket olyan munkavállalóvá képzik, akik nagy hozzáadott értéket tudnak termelni ezeknél a vállalkozásoknál, ezért nekik magas béreket tudnak fizetni, tehát a teljes régió fejlődik. És a Makronóm Intézet ebben a munkában szeretné segíteni a Debreceni Egyetemet. Keressük ezeket a társadalmi és piaci igényeket mind a képzésben, mint pedig az egyéb állampolgári társadalmi elvárásokban is. Nagyon sok innovációt hajtunk végre magában a képzésben is. Új képzésekkel reagálunk ezekre az igényekre. Így vezettük be és alapítottuk meg elsőként az országban a sportközgazdász, az agrárközgazdász képzéseket. Éppen kormánybiztos úr, még államtitkár úr korábban segített nekünk a könnyűzenei képzés beindításában, ami óriási sikerrel indult el és megy. És hát ez a Makronóm Intézettel való együttműködés, mint kihelyezett tanszék, és azt szolgálja, hogy a hallgatóink hozzá tudjanak jutni azokhoz az ismeretekhez, amit az intézet képvisel, kutatásokban tudjunk együtt részt venni, publikációkban tudjunk együtt részt venni, és országos szintre emeljük a hallgatóinknak ez irányú képzését gyakorlatilag. Intézetünk már létrejöttétől fogva kiemelten fontosnak tekinti a magyar új közgazdász generációk képzését, ha úgy tetszik, szakmai kinevelését, és ezt nem csak a képzési kutatási oldalról szeretnénk tenni, hanem a gyakorlati munka során is. Ezért is tartjuk különösen fontosnak, hogy új hallgatókat, a jövő közgazdászait tudjuk bevonni az intézet napi munkájába is. Egyúttal intézetünk kutatói elemzői tanórák keretében, képzések keretében, közös kutatások, publikációk keretében együtt tudjanak működni az egyetem kutatóival, hallgatóival. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 5000 hallgatóval rendelkezünk. Rendkívüli széles képzési palettával, 4 felsőoktatási szakképzéssel, 9 alapképzéssel, 13 mesterképzéssel, egy nagy létszámú doktoriskolával, mindenhonnan kiváló képességű hallgatók kerülnek ki. Ezeket a képességeket ők bizonyítják nemzetközi versenyeken is, ahonnan mindig rangos díjakkal jönnek haza. Kollégáink törekednek arra, hogy a legkiválóbb minőségben oktassanak, és ez szükséges az is, hogy nagyon magas szintű publikációkat is megjelentessenek. Meg vagyok arról győződve, hogy a Makronóm Intézet azért is tisztelt meg bennünket azzal, hogy együttműködik velünk, mert ők is elismerik a Debrecen Egyetem és a Gazdaságtudományi Kar kiválóságát ebben a tekintetben.
és hát a hallgatók számára feltétlenül erőnyt fog az jelenteni, hogy azzal a szemlélettel közvetlenül is megismerkedhetnek, amelyet az intézet képvisel, gyakorlatokon, előadásokon, az intézet által hirdetett kurzusokon, szakmai gyakorlóhelyként, duális képzésben való részvételként, és nyilvánvalóan a doktoriskola működésében történő részvétel által egyaránt.